Kedves nézőink, a kávéház vendége egy olyan férfiú, aki egyszerűen nem fog az idő. Ki hinne, hogy a Kossuth Díjas színművész, remélem nem sértődik meg, ha elárulom, hogy 75 esztendős. Mások ebben a korban, vagy már fiatalabban leteszik a lantot. Nos, ő játszik, rendel, színházban, síjjel, vízisíjjel, lovagol, vadászik, és ki tudja még mi mindent csinál. A stúdióban nagy szeretettel üdvözlöm barátomat, Koncz Gábort. Ugye nem baj, hogy barátomnak neveztelek? De büszke vagyok rád, csak azt nem értem, miféle kávéházról beszélt. Itt ülünk egy stúdióban ketten, egy pohár víz nélkül, miféle kávéház? De hogyha ezen múlik, akkor előbb-utóbb az asszisztens behoz neked egy kávét. Azt alkoholt. Mondtad, hogy szúrjalak le nyugodtan, meg fog történni egy párszor, hiszen már nagyon régi barátok vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Tényleg, Gábor, honnan az erő, honnan ez a vitalitás? Nem egy karonülő vagy, hogy még mindig csinálod. Édesem, már lassan agonizálok, de hát azért még mindent csinálok. Addig vagyok, amíg dolgozom, amíg ezeket. Még gondoltam, milyen jó lenne már valamit hanyagolni, vagy kihagyni, de akkor már úgy érzem, hogy akkor roppannék össze, de nem lehet. Ide figyelj, nagyon a szervezetet edzeni kell, de nem csak a kart, meg a lábat, meg a, az agyat is. Nagyon fontos. Jelenleg 4 színházban 9 főszerepet játszom, ennek a felét én rendeztem. Nem, ma is el tudom mondani a főiskolai verseimet, idézni tudok belőlük bármi, hála jó Isten, minden rossz már rajtam, csak az agyam még az. Erről a rosszról majd azért beszélünk. Mi mindent csinálsz a színház mellett, ugye mondtad, hogy 9 főszerep, meg rendezés, meg mit tudom én. Azt is tudom, hogy ugye 24 órát tart egy nap. Na, nálad nem. Én 3-4 órát alszom, már fölborulna a biológiai egyensúlyom, hogyha 6 órát kéne aludnom, nem is tudok. És még éjszaka is, ha aznap nem tudom megnézni, mert játszik Sarapova, gyönyörű, szép darab állat, az álláigér a lába, elgyönyörködöm rajta, ha győz, ha nem, de hát borzasztó tudok neki drukkolni, de ugyanúgy nézem a kézilabdát, a Bajnokok Ligáját, fölveszem mind éjjel, és valamikor elalsz, akkor kikapcsolom, másnap reggel folytatom közben, főzés közben, reggelizés közben, amíg adok az állataimnak, mert a halak, meg a kutya, meg ugye a ló, annak előbb kell enni, mint az embernek, ugye? Hát az... Valamikor nagyon régen, a múlt században, 1938-ban láttad meg a napvilágot, ugye? Vidéken. Látom, jó, csak puskázzál hát nyugodtan. Hát ezt figyelj, ott felírtál ilyen gonosz kérdéseket. Nálam az igazság az, hogy én nekem volt egy tanárom annak idején, remélem, hogy nem sértődik meg ő sem, hogy annak idején a Magyar Televízióban olyanok voltak, hogy Vitrai Tamás és Szőnyi János, és nekem elmondták azt, hogy fiam, soha ne szégyeld azt, hogy legyen nálad egy szamárvezető vagy valami, mert hihetetlenül jön egy blackout, és akkor mi lesz veled? Gabikám, én a lányaimnak, amikor vizsgáztak, mindjárt elmondtam, hogy kell lenni egy vázlatnak, ha nem is a térdemen, hanem itt, ahol az a hat mondat föl van írva egyszerűen itt az agyamba az a vázlat, és nektek is ez legyen, ha vizsgáztok, ha államvizsgáztok, nem tudom mi, egyikről többet tudsz beszélni, másikról kevesebbet, és akkor mindig tudsz tovább menni. Már nem fognak téged megbuktatni, nem tudom, ezt erre tanítottam a lányaimat. Egyébként főiskoláskorunkban tanítottak bennünket, hogy kell tanulni, meg minden, szóval ez nagyon fontos, tudod? Istenem, hát kicsi volt a gyerek. Kicsi volt a gyerek, és jött haza. 7 éves volt, és tanulta a himnuszt. Az nagyon helyes, hogy tanulja a himnusznak a szövegét. Mikor mondta, hogy és Bendegúznak vér, mondom, ki volt a Bendegúz? Nem tudta. Berohantam az iskolába, ott volt az Ica néni, gyönyörű tanárni, mondom, nem mondtad el nekik, de ki az, aki tudja a 30 kölyök közül? Egy se tudta. Nagyon fontos ezeket megmondani, nem csak kimondani a szavakat, hanem mindent tudni, hogy miről van szó, érteni. Pontosan hátteret meg. Gondolom, te ezért tudod ma is még a szerepeidet és a verseidet, mert téged megtanítottak tanulni. Így van, és képekhez kötni. Nagyon-nagyon fontos.
képekhez, képekhez. Édesapád, azt gondolom, mert hiszen már mondtad néhányszor nekem is, hogy ha jól emlékszem, papnak akart adni, tán? Ne, hát a család ugye pap meg orvos, hát ez volt a... De hát ugye a pap biztos nem lehettem volna, mert én nem bírom ki, hát én... A lányokról ne beszéljünk. Örökké üldöztem a lányokat, ugye kirúgtak volna az első pillanatban. Orvos nem, hát ugye vérrel foglalkozni, különösen a magamét nem szeretem. Hát a magadét nem szereted, de az úgyis beszélgettünk még sok mindenről, a vadászatról ott is, azért ott is van vér. Igen, de hát nem emberi, hát nem ember, nem állatorvosnak. Akkor, amikor te kisiskolás voltál, már akkor elválaszthatatlan volt a sport. Szerintem már akkor is rúgtad a labdát, boxoltál, birkoztál. Járási pingpong bajnokságot, ja persze. Jézus Mária, már még pingpongról akkor, is igen, fogunk beszélni. Volt az iskolában egy pingpong asztal, tudod, és hát én voltam a felelős is. Na de akkor tudod nagyon jól, parafaütők, és a többi, és a... De hát játék, mindenben, egész életemben minden sportot a játék. Futni utálok, ugye? Hát ugye annak ide elmondták, hogy melyik a sport, melyik, amit játszani lehet. Igen. Mit lehet játszani, ahol van egy kis labda? Ahol van egy kis labda, meg hát a lóhátán nincs labda, de azt kellett megtanulni. Tehát mondjuk a színművészetén volt nekünk 5 sporttantárgyunk, és reggel 6-tól 8-ig, mind a többiek nem is jártak. Én egyedül lovaglásra nem jártam, mert azt nagyon tudtam. Például ugye keresztesen akkor ért a Kácsipatak derékig, ha megáradt, tehát úszni nem tudtam. Szabályosan. Amikor jött az úszóra, a sportuszodába, ugye, az úszó, azt hitte az úszó tanárnő, hogy ma hányszor átúszom, gyönyörű szépen. Kutyaúszással kapáló. De 3 hónapon belül megtanultam úszni, aztán elmentem kajakozni a postásba, fölborigattak azok a rohadt motorcsónakosok, mondom, előbb lesz motorcsónakom, mint kocsin, vettem is harmadéves koromra egy motorcsónakot, ugye, de hát az még hőskor volt, egy fél órát kellett rángatni, amíg megerősödött a jobb oldalad. Hát volt azért itt erő, hiszen boxoltál is. Igen, hogyne. Látszik az orrodon, jó elvertek? Hála Istennek? Nem, itt van eltörve, itt van eltörve, hála jó Istennek, nem folytattam, mert beúrott ez a színészet. Én rendkívül hiú vagyok, mindenképpen valaki akartam lenni, tudod, nem keresztesen brigádvezető a traktorosoknál. Mit szóltak a szüleid, édesapádék? Mit szóltak a falu béliek onnan, hogy Koncz Gáborból színész lesz? Kérlek szépen, mikor az első filmem, a Legenda a vonaton bemutatásra került keresztesen, 3 éves voltam, anyámékat odaültették az első sorba, ugye, hogy nézzük. Egy rohadt szót nem értettek, mert ezek a falu ott volt, és üvöltött, nézd, ott a Gabi, már megint ott van a Gabi. Egy rohadt szó. Utána a... Este 10 után levetítették kettőjüknek az egész. Édesanyád, gondolom, fölállt az első sorban, hátrafordult, és mutatta, hogy na ő az én fiam. Nem olyan volt, de annak nagyon örült, hogyha ha jó embereket játszottam, érted? Azt imádta, mert hát akkor külön ment, ha ment a Névtelenvár, ugye az is 6 részes, és jó ember voltam, külön ment sóért, paprikáért, lisztért a közétbe, és bekasszírozta a gratulációkat, ugye? Ha meg valami rossz embert játszottam, mint a falujegyzőjében, vagy a Fekete Gyémántokban, hónapokig nem ment ki az utcán, mert szégyelte, ugye, hogy nem arra neveltünk, mi téged, fiam. Hát, nem arra, de hogy nem arra, arra neveltek, hogy egy ilyen ember legyen belőle. Életemben azt hallottam, hogy én vagyok a világ legrosszabb kölyöke, ugye? És később már, mikor színész, akkor megideologizálta a dolgot, hogy én egy nagyon jó, én csak jó embereket jel, mert én egy jó ember vagyok, édesanyám. Te azonnal felvettek a főiskolára? Tehát igen. Bekopogtál, jó napot igen, kívánok. Igen. Hát akkor jártam először Pesten, ugye, amikor Várkonyi Básti volt a felvételiztető tanár, és úgy mondtam a Velszi Bárdokat, ahogy a mai napig mondom, ahogy én azt keresztesen elképzeltem, tudod? És már második felvételén is azt mondták, na Matyó gyerek, mondd az Matyó gyerek? Jól hallottam? Igen, Matyó hát gyerek. Várkonyi matyózott mindjárt, mikor megtudta, hogy hova való vagyok, és
És büszke is vagyok az őseimre, mert ezek nem akármilyen ember, ezek nagyon kemény. Azonnal felvettek, ott voltál az osztályban. Kikkel egy évfolyamba ezt? Ugye jó fejed van, nem azt tudom, mondtad, hogy mennyire, nem tudom, persze, hogy emlékszem mindegyikre, nem tudom mennyire. Azokat mondom, akiket ismertek. Homan, Nagy Anna, aki a Pacsirtát játszotta, igen. Koltai Janó. Uh-huh. Koltai Janó a Madácsba, ugye. Hát, a Gábor, a Szomszédokból például, olyan Koltai János. Igen. Jaj, hát igen. Hát a kedves nézőknek mondtam ezt, hogy igen. Tudják hová tenni. Ezerszer jobb szerepei voltak neki, meg amiben valamit Gábor, jó volt. Agárdi Gabinak a lánya, Agárdi Dudi, ugye. A Házi Erzsinek a húga, a Telesi Györgyi. Szóval 12-en voltunk egy amikor osztályban. Feljött ez a vidéki srác ide, felvették és azt mondták, na akkor itt van egy, azért itt van egy ember. Szerettek a csajok? Muszáj volt nekik. Persze, de nehogy azt itt szóval, én akkor a többiek mind szerelmesek voltak, támolyogtak, meg bulisztak állandóan, lerohantak föl, ki van írva színművészet. Én meg éjjel egyig, meg kettőig dolgoztam, tologattam a bútorokat, rendeztem, írtam, játszottam az Odri színpadon egyedül, és mentek a Várkonyihoz, hogy a koncasz kihúzza magát, az nem jön velünk, nem, és a Várkonyi azt mondta nekik, hogy mert azt tudja a titkot. A színészet nem egy kollektív pálya. És igaza van. Az a lényeg, hogy teljesen más legyél, mint a többiek. Hát nem vagy egy egyszerű fazon, azt pontosan tudom, és mert hála Istennek 100 éve ismerlek, és örülök neki, hogy ismerhetlek. De Gabita. Kérdés. Azt a nem egyszerű embert, aki ugye nem volt benne abban a skatujában, nem ment bulizni, azt hogy fogadták? Ezekkel törődtem én a legkevesebb. Mindenkinek kell egy arszpoétika, meg kell csinálni önmagadat. Tehát ha van egy szerep, akkor a rendezőnek te juss eszébe, hogy ez, ennek a lelke olyan, mert mi ezzel dolgozunk, tudod? Ez a sikerek és kudarcok elviselésének a művészet, ez a pálya. Akkor se tudsz aludni, ha sikered van, akkor se, ha megbuksz, ugye? Meg kell csinálni önmagad. Tudtam, hogy nekem ott kell tologatni a bútoromat, mert 18-en nagyon sok hátrányban vagyok a pestiekkel szemben. Én nekem valakinek kell lenni mindjárt év végén, hogy így és így lett, ugye? Vörös diplomát végez. És fölkapták a fejüket, hogy jé, hát ez egy... Mert addig bunkónak néztek, meg kell mondjam. Mert hát ugye nem tudtam egy csomó mindent. Telefonáltam az egyik főiskolás barátnőmnek, és mondom, akkor hol találkozom? Mi? Azt mondja, miért kiabálsz? Mondom, mi? Így is hallod. Azt mondja, persze nyugodt. Ugye, mert én láttam keresztesen, hogy Szibériából hogy telefonálnak haza ezzel a hölgyet. Tehát egy csomó mindent be kellett hoznom nekem. És nagyon tudatosan építettem fel az egész életemet. Diplomára megvettem az első kocsit, hát 7 filmet megcsináltam, addig már nagyon mérgesek voltak a Bástyék, meg így 6 színésznek volt csak akkor kocsia, hogy vettem egy új Warburgot, olyan boldog voltam innen. És akkor hogy van ennek a kis... Hát mondom úgy, hogy megvolt a kosztom, megvolt a lakásom a kollégiumban, összegyűjtöttem a pénzt, és vettem, mert tudtam, hogy nekem ahhoz, hogy mobil legyek, ahhoz kell egy kocsi. Akkor, amikor elvégezted a főiskolát, ugye előtte már forgattál, hát több filmben játszottál, láttunk. Nem volt akkor még olyan, hogy vidékre kell menni? A színésznek? De volt. De én főiskolás koromban a többi mind a Madácsba játszott, én engem átvitt a Várkonyi a Vígbe. Én a Vígbe játszottam, és onnan egyedül én már soha senki nem kapott ösztöndíjat, kaptam a Víg Színháztól ösztöndíjat, hogy majd oda szerződjek. Igen, de az acél akkor azt a rendeletet hozta, hogy 2 évre vidékre kell menni, és hiába volt meg Pestre a szerződésem, 2 évre tudtam, hogy le kell menni. Például lementem, az első évet Miskolcon töltöttem, hiszen
hiszen mondom, hát odavaló vagyok Borsod, én nagyon szerettem, de Rutkai Ottó volt elég, nem jól emlékszem vissza, mert kikértek állandóan filmezni, és nem adott ki, 5 főszerepet játszhatott velem is, és nem volt pénzem. Ott állt a kocsim, benzin nem tudtam, mert 1300 forint volt, ennyit lehetett adni akkor egy diplomásnak, orvosnak, bányász, főiskolát végzettnek, színésznek, tanárnak. Ez volt 1300 forint. Na most ez, amikor én itt hozzászoktam a 10 000 forintos havi átlagkeresethez, mert annyit dolgoztam, ugye hát akkor hogy éljek meg benne? És nem adott ki filmezni, nagyon utáltam. És ez féltékenység lehetett? Aztán átlépünk ezen a témán. Ez szemétember volt. Kész. Kész, egyenesen. Puff, bele. Mert ha én vagyok az ő helyében, én alányulok a gyerek alá. Hát hiszem, és én vagyok, boldog vagyok, hogy van egy ilyen emberem. Igen, így van. És aztán kinyílik az ajtó, épp Jágót játszottam, és belép a kecskeméti igazgató, és azt mondja, hogy gyere át hozzám. Hát mondom, boldogan. Felemelem a fizet, már másodikbe föl lehetett emelni, ugye? És mondom, boldogan, de tudom, hogy van színészházatok, mondom, ott akarok lakni, és egy kérésem van, nekem a dözsúrnaja ne állítson meg, hogyha én fölviszek valakit. Tessék nekem most azt írásba adni, nem is a szerződést, add azt írásba, hogy a Koncz Gabi azt visz föl, azt hoz le, akit akar. És így is volt, kérlek szépen, a Radó Vili volt ez a nagyszerű igazgató, és képzeld el, bement egyszer hozzá, és fölmondott, és nyugdíjban kérte a nyugdíjeztetását a dözsúrnaja, tudod, az öregasszony, aki ott állt aki a portánál, igen, azt mondja, hogy ő még ilyet nem látott, a Koncz fölment egy szőkével, és egy feketével jött le. Ő nem bírja ezt tovább. Úgyhogy nyugdíjazta akkor a Vili. Tudod, mit kellett volna csinálni? Egyszer föl kellett volna vinni a dezsurnáját is. Hát te, amikor Moszkvába mentünk a fesztiválra, ott csak úgy vihettél föl nőt, hogy először a dezsurnáján keresztül mentél. Persze. Vége lett ennek a korszaknak is.